Megteltek a parkolók, szép számon érkeztek a strandolók és a nyaralók a Velencei tó partjára. Nem csoda, hiszen igazi kánikulai nyári hétvége van. Krisztina és József Budapestről érkezett. Most csak egy napot töltenek itt, de valójában terepfelmérés ez a nyaraláshoz. Csak a mai napra gondoltuk, hogy leugrunk a kánikulára való tekintettel. Itt azért jobb elviselni. Mindenkinek van bevált módszere arra, hogyan teszi elviselhetőbbé a hőséget. Vízpart mellett mindenféleképpen, árnyékban, víz mellett, visítőkkel persze, úgyhogy mindenfélével, amit kitalálunk, majd meglátjuk. Szabó Antalt nem zavarja a kánikula, ő ilyenkor is kerékpárral közlekedik. Most éppen Velence fürdői nyaralójából érkezett. Őszinte egyek egész jól visem, lehet, hogy csak ilyen a természetem azért, de egy biciklizgetek. Nem is nagyon fürdök, volt egy kis műtétem, azért vízbe sem mehetek, úgyhogy biciklizéssel töltöm a hétvégét. Akik a városban maradnak, azok számára a strand nyújthat felfrissülést. A csitári GMI úszoda és strand új játszóeszközökkel és napágyakkal gazdagodott az idei nyárra. Ezek éppen olyan fontosak a gyermekekkel érkezőknek, mint a 25 fokos víz a medencékben. A kánikula idején egyébként meghosszabbított nyitvatartással este 8 óráig várják a látogatókat. Az országos tisztifőorvos utasítására ma ismét életbe lépett a hőségriadó, ami szerda éjfélig tart. Az előrejelzések szerint a következő napokban egyre melegebb lesz, a hőmérsékleti maximumok a 39 fokot is elérhetik. Mindenkit óva intenek a szakemberek a napon tartózkodástól, és ilyenkor javasolt a bő folyadékfogyasztás is.